történt? Megyünk merőbe? Gyertek át hozzám, átlépte a másik szerver és beadta. Megvan az Idris küldi. Várjál, megyek merőbe. Gondolod, hogy be fogunk könnyen tudni lépni oda? Hát lassan, de biztosan be. Most nem. Várjunk. Most nincs kedvem kilépni, hogy másik szerveren beprocoltassuk, mert most egy óról szedbasztunk el az előbb arra, hogy beadja a küldit. Itt már megvan. És itt van mellettem 115 km. Gyertek befele ide. Party lunch acceptet valakinek írta. Nekem én még rá tudtam pipálni izéből, Moviból, hogy join vagyok hozzá. Én is. Na, de nem tudom, hogy át fog-e vinni hozzá. Kiderül, nem sokat. Na, tölt át. Na, viszi át. Hoho, konnichiwa. Nekem error. Itt vagyok én is. Te neked már lehet, teli volt a szerver. Nekem még mindig nem. Tölt át. Hoho, mint a izé. Én a hajó lehívónál vagyok. Hát mindegy, lépjetek ki menübe, akinek nem adta be, aztán ott nézze meg, hogy a mobiglaszban, a listánál nem írja, hogy el tudja elfogadni a új part indítást. Az könnyen lehet, hogy már terület a szerve. Hát 46/48, 47/48. Emléletileg sikerült, itt vagyok. Én itt vagyok. Na. Ali, azt látom, igen. Kint nincs sapka, srácok. Ez nem a mi emberünk? Itt van egy csaj. Csak téged látlak meg, Ali, ezt szűrű. Hegét látom 100 méterre tőlem, ő fenn van még. Én is betöltöttem, itt vagyok. Oké. Ja, és akinek folyamatosan úgy kell, hogy nincs rajta sapka, az cserélje a ruhát. Nekem másik ruha megoldotta. Az a baj, hogy így F-fel vagy billentyű gombóval veszed le a sapkát. Nem tudom, én nekem... Visszarakod, akkor mobilászban szerver vissza. Az így van egyrészt, de mondom, én azt csináltam, hogy lecseréltem az Anderson-vitomat, meg átöltöztem teljesen más ruhába, és abban nincs az a hiba. Mert legalábbis nekem elmúlt. Erre 23-on vagyok. Oké, és Hegét már látom. Nevét nem írja, de tudom, hogy ő az. Nekem a lábánál mutatta. Aranyember 2. Na, itt van Jodó, hogy ez nem ő. Csak rajta voltam már. Na, végre sikerült bebagoltatnom végre megint a sapkát az űrsisak alá. Alá! Jaja. Magányul néz ki. Na most megy ide Hegét. Kattintgatok a Joinra. Maxit kiszedtem a friend listből. Utálsz, ugye? Mondd meg. Na, Jodót, Farkast, Hegét már látom. Többiek, hogy állnak? Próbálok csatlakozni. Nem bántam, a felvesz egy Arlington-t. Vajta nincs páncél. Hallod, 6 darab Bounty Hunterem van, bazd. Nekem 8 volt az előbb is. Itt van Idris, Tolenbar, Arlington Monk. Igen, azt már felvettem. Tudok csatlakozni. Én is fel tudom venni, ja. Mi legyen, osszam a küldit, vagy még megverjük meg mindenki beli? Várjál meg, csatlakozok. Oké. Okay. Közben azért fölveszem én is, szerintem ugyanaz lesz, nem? Biztos. Up to 225 000 AUEC. Na, veszem föl. Jó. Én is fölvettem. De az se baj, ha félmilliót a szám. Két Idris jön. És serelem. Ja, amúgy nem rossz ötlet, igen. Az se. Végülis vagyunk annyi, hogy mernék Hammerrel is, meg, vagy ilyen. Meg az se lenne rossz elképzelés, hogy megpróbálna ellopni. Biztos nem tudjuk, hogy milyen nem lesz belseje. Nincs belseje. El lehet lopni, én elküldöm a videót, fél perc. Már egy jó páran ellopták, és nem egész durván lehet lőni vele. A vezető kezeli a Railgun-t. Így belelopták az interiort? Hát csak egy ülés van benne. Ja, azért mondom, hogy biztos, hogy nem egy teljes élmény kapunk, ha bele akarok bugolni. Az meg engem nem érdekel. Hát de lőni tudsz. Jó helyen van. Lőni, kvantumozni, V-tor, ahogy minden megy. Ha? Torpedókat is törd lőni. Majd egyszer csinálunk olyat is. Hajjaj, segítség, engem elleptek a prolik. Okay. Igen, látom. Én csak videózok. Nagyon helyes.
És miért nincs rajtam páncél? Most nézem. Paszki. Azt mondtam, hogy mesztelen. Mondtuk már. Akkor, a kurva Isten bossza meg. Balatonra kész, nézd, hogy mi? Én nem tudom, hogy mi van itt. Valami nem stíme. Veszed a bekecset, vagy mi a fa? Jó, de amoda van, 40 méterre, igen. Mondjuk annyiból igazat adok, hogyha az Idris az S10-essel betalál, akkor tök mindegy, hogy rajta van a páncélozott ruha, vagy nincs. Hát igen. Mindegy, hogy kis gatyában jön harcolni. Csak körül közül legyen állam. Igen. Melyik volt az a film, amiben... Valamit nyomjatok már, mert mindjárt nem kell melózni. Húszérjön a vasba. Na jó, akkor izében hozzuk a jelgányainkat, minél több fele kell jelölni a hajónak. Merhedes és szimpatikus ellenlásnak hangzott. Hát nem tudom, viszont akkor meg csak egy hajóra koncentrál. Egyszer betalál minket végünk, nem? Menjünk külön. Elméletileg ez a szerver, ez a sima szerveres verzió, ez nem olyan, mint az Evokát is, hogy dózerelje a dolgot. Meglátjuk. Nagyjából olyan aktivitással rendelkezik, mint a Constellation-ök. A kis turretjeit használja immel-ámmal, de igazából nagyon gyenge. Nem tudom, a Hammerhead az minket durván megölt. Na, pad 3. Legalábbis az én Harbingert hozok, ugye? Milyen messze van? Fogalmam nincs, várjál. Hon vagy a hajóm? 5300 méterre. Mármint nem a hajó. 115 kilométer, vagy valami ilyesmi. Itt van 115 kilométer. 115 ezer, bocsánat. Hát valamelyik holdnál. Jó hangzik. Remélhetőleg világos része. Akkor külön hajó mindenki, vagy mi? Hát legalábbis legyen, vagy 3-4 célpontja minimum, nem? Akkor dobsz egy küldi megost társulásra, merre menjek? Aha. Akkor... Hát lesz eljövök, ha valaki akar csatlakozni. Én jövök turecbe. Akkor... Nekem is van hely a izébe Harbingerbe, ha akar valaki. Hova menjek? Mindegy, tök mindegy. Vagyok a liftnél. De akár ezért is vihettünk volna Mercuryt, és akkor abban már hárman is mehetünk. Még most választhatunk, srácok, ha akarjátok. Én beülök valahova. Mi legyen? Ezt kérdezem én is, hogyha akartok, még most választhatunk. Hozhatok Mercuryt is, mehetünk hárman, vagy pedig hozom a Harbingert, és akkor jön velem Hege. Én velem is lehet jönni, ha akartok, de itt vagyok. Mikor pat melyik hármon van a legnagyobb tűzerő? Ha mindenki külön megy, nem? Hát úgy biztos nagyon baj. A Hammeredben az a baj, egy célpont vagyunk. Egyszer eltalál, meghalunk. Papírformailag a videók alapján a főágyúját nem használja. Majd most fogja. Biztos fogja, sziasztok. Halli, hello, halli. Halli, halli. Halli. De jó, mély a hangod most. Köszönöm. Hát ez, a, ez nem az enyém, ez Hegéi, úgy látom. Ugye? Micsoda? Nem. Akkor valami vadidegen gyerek kiszállt és elszállt egy Gladiushoz. Ez nem az én emberem. Akkor én mentem a portál. Akkor tök idegen szállt Balibbe hozzá. Na, hova menjek? Na, valaki jön, vagy nem? Mert itt vagyok a pad 5-ön. Pad 5? Pad 5, aha. Jövök. Na, a Harbingerben akar mellé valaki jönni, az meg a pad 3. Ha nem, akkor jöjjön külön, ha jó van, nekem mindegy. Viszont annyiból rossz, ugye, hogy van már, az csak S2-es, nem? Tehát 2 kilométeren belül kéne lőni. Az viszont nem túl életbiztosítás, nem? Melyik? Hát a 2 kilométeren belülre megyünk a Idrishez. A hasa alatt voltam tegnap, ott nem bántott. Aha. Na jó. Mondom, én elméletileg ilyen félig agyhalott kategóriának kell elképzelni a mostani szerveren lévő Idriszt. Jó, hát úgy írtad, hogy igen, mintha egy kerekes székes bántanánk, hogy micsoda dicsőség. Milyen, legyen marha nagy pajzsa van annak a kerekes széknek. Hát ez most szarul fogok hangzani, de én már rúgtam bele ilyen kerekesztékes történetbe, és megfájdult a lábam. Nagyon helyes, veszem a videót, úgy meséljél neked. Lebuksz.
A rokkantak bántalmazója. Igen, meg más Robin, is mondtam már. Robin Sir Alaxley. Ilyeneket nem mondjál itt. Na jó, én felszálltam. Na jó, megint bedugoltam. Egységi Ebre, szóljó, hogy ő ütött fel először. Itt vagyok a hajón. Igen, majd zárd be. Jó. Na, azt mondja, Stolen Idris. Itt lesz, Itán. Thank you, and please visit again. Akkor egyből bejött a toronyba. Oké. Okay. Na mindegy, először ülünk Itára, mert képtelen vagyok kijelölni azért a helyet. Lehet, hogy azért, mert én jelöltem ki először. Lehet. Elmélek be is vagy töltve, az látom. Igen, sőt, te is be vagy töltve, ahogy látom. Sőt, azért te is indultunk. Én a jóféle kis lopakodós tallonnal jövök. Hát, engem később vesz észre. És ha véletlenül egyszer-kétszer aktív időszakot töltő lövegeivel nem engem fog lőni, akkor remélhetőleg. Szólok neki, hogy téged lője. Na, félig napos oldalon van, ahogy látom. Kiderül nem soká, amit működő, sem bírom a térképen. Ita. Itánál lesz. Nem ettem mi semmit. Semmit nem ettem. Már ott vagytok? Még nem ugrottam rá, csak Itához ugrottam. Nem bírom elővarázsolni a térképet, csak ott. Na, oldalra ugor ki az OM-re. Ó, lehet beszélni. Na, megjavult. Megjavult. Kesselt a game. Igen, nekem is. Ennyi. Ha most láttam, hogy tölt neked. Most fogja betölteni. Most. Én nem mutatja az irányt, hogy merre kell ugrani. Egy quantum beacon megvan. Nem tudom. Idris. Ja. Na, oda OM1-re kell ugranom. Ez a rengeteg ilyen... Nem mutatja az ugrást. Vagy ha mondjam, be van tölt, azt nem ugrik. Meghalt a szerver. Kikesselt minket. Ja, nem, működik. Elugrott, csak volt egy csúszás. Közben sikerült megszakítanom az ugrást. Na, itt van Hegel, látom. Előttem voltál. Hallottam, hogy megérkezett valaki. Nem tudom, a Stolen Idris nem bírom kijelölni. Egy Quantum Bacon-t látok. Igen, egy picikét mellé rakja. Hát de milyen mellé? Hát én egyelőre csak egy kalózbukkanert láttam itt a környéke. Valaki lőtt. Ott repül valaki tőlem. Nem messze. Na itt vagyok. Hát innen 174 km. Elkezdjük oda repülni? Igen, de itt van két karúz is. Hoppá, visszahasonlottam a pilótafülke, hogy mi ez a turetbe. Igen, én is azt próbálom várni, hogy benne rakjon a hajó. Az player lesz, Killer 3001. Hagyjál a picsába, gyerünk. Szerintem ők is felvették az Idris-es küldit. Én is benne vagyok. Na, zsírt, akkor jó vagyunk. Na. Én elindultam Idris felé, jó? Más nem lehet rám majd ugrani. Az a killer akkor az nem velünk van, ugye? Killer 3001. Van itt. Van ellenség. Freelance service. Rám lőtt egy sorozatot, úgyhogy megpróbálok menekülni. Ugye nincsen crime stuff.
Rám majd lehet ugrani, én már 150 km-re vagyok a Idristól. Csak egy Quantum Bacon mutat, de azt mondom, nem tudom, rám. Nem bírom kijelölni az ezért, hogy Idrist ugorjunk. Rám lehet ugrani, ha engem kivírsz. Én azt vagyok az a legközelebb. Szerintem titeket nem látlak. Kirúgjak? Beinveljel? Ja, partiból lehet. De már mondjuk a küldetést akkor nem vesztem el? Ha, visszaadom, baszki. Majd újra megosztja. Igen, tehát ennyi. Ment az új invelvileg. Akkor a küldi. Megjavult, küldi is kell újra. Már azt nem írja, be. Hogy írja, hogy stolen itt. Nem láttak. De ja, de most látlak, ahogy kijelölt. Milyen gyorsan megy amúgy a Harbinger? Ugrás. 1021. De a markatok nem jött vissza sajnos. Hívjál meg. Ingyen rád. Csak rossz felnézel. Én látom. Ingyen megcsöröglek. Interurbano. Csak ugorja itt a fel, hát ha látsz úgy. Még 60 km-re vagy. Az is egy Harbinger, aki előttünk megy, az a killer gyerek. De Raynek felugrott a jele. Én az előbb rád hívtam. Most eltűntek, most csak a Ray van. Mindegy, egy Quantum Beacon kijelölt. Engem most valaki befogott. 30 km-re vagyok. Elkezdek lassítani. Na jó, lassítok már. Megdágosodott a Quantum Bud. Hopp, már valamit befogtam. Stalker. Jó dolgot. Itt, ott az Idris, 13 km. Rám már lehet ugrani akkor, hogyha... Túl közel vagy. Mihez? Hogy rád lehessen ugrani. Ja, hát akkor már te vagy hozzám közel. Menj messze. Ja, fordulj meg. Nem, te. Ja, tényleg. 8000 méterre vagyok, az már veszélyes lehet. Na, 7000 méterre vagyok az Idristól. Valaki elhúzott mellettem. Dur neki. Én voltam. Igen. Én már megálltam. Itt megállok, itt 6500-ra vagyok. Nos, kacok. Ott az Idris. Már lő is, látom. Dur, te feléd lő. Akkor cikázok. Az S5-ös ágyunknak jó nagy a hatótávja. Hát 5000 méter körül. 5000-ös. Jó, jön az Idris. Itt van. Wow, működik! Lő! Itt van Ray is. Akkor kezdjük el adagolni neki. Mint a húzat. Lövöm neki a rakétákat. Ott az Idris. Ja, és akkor ne felejtjétek el, amit Parkas mondta, ugye, hogy mielőtt robban pusoljatok. Vagy valami ilyen volt, nem? Jaja. Aron, ő lesz? Tessék? Nem az egy játékos. Maldrog szállítom. Na, hoztam a izét. Akkor kap 3 torpedót, jó? Itt van nálam a... Zsír. Szúrja neki. Megy a 3 Argos. Ha jól látom, azt égette már ki. Azt a kurva mekkorát kaptam. Csoda, hogy még élsz. Nyugi, már csak 99,3% életpontja. Ah, nagyon jó. Argos. Akkor, ha tudod, hogy gyári? Ez
Gyári, még most volt karakterezett. Jó, szegd le az orrát, nem, fönt vagyok itt. Rav lopra. Megérte, tehet, hogy a fajóba jött. Hé, már hátul nincs pajzsa, jól látom? Igen, megkapta az Argoszt, na már küldöm a kövit. Töltődik. Én is elküldtem rá egy pár rakétát. Oké, adom neki. Ahhoz képest elég mobilis, nem? Úgy elhúzott, hogy csak nem. Kerekezték, ez képes. Igen. Shit. Gével lopkod az ágyukat. Néha egy kicsit, mikor hallod, hogy overheating, állj le vele, hogy ne. Megy a kövi Argos. Majd indult. Én is kerültem le az összes rakétámat, ami van. Hú, ebből a rakétából én is kaptam. Ja, bocs, Hege, te voltál befogva. De hogy csak viccelek. Most talált be. És akkor megy egy harmadik. Igen. Azok szórjátok neki. Hajtóművet lövitek? Kínos. Ajaj, ez kezd rám fordulni. Ment a harmadik. Ajaj, egy barám, nézd! Én tetszek neki. És kilő engem. Hát nem mi. Én Idrisem Mane egy Jindler. Mire rakták az azért célzást? Hé, valaki viszont most engem is eltalált. Nem az, nem az R betűvel kell. Nem, a G. Folyamatosan majd jön, hogy melegszik, akkor abban jön. Egyébként igen. Ha arra gondolta, hogy látom a... A balhajtóművet már majdnem lelőttük, srácok. Ha tudjátok, oda fókuszáljátok a lövés, jó? Oké. Már piros. Én folyamatosan csak a hajtóművet lövöm. Megbénítjuk, vége lesz. Ajaj.
Kire próbálsz ráállni, mert nagyon rajtam forog állandó. Oda teleportálgat nekem. Lol, nálam az ilyen nincs. Nem, csak folyamatosan mozog. Valaki rándom fordul. Azaz a hajtóművek már jó pirosak. Neki még nyíjétek. Szia, Max. Mivel tudom a hajtóművek? Szia, Petike. Most üljük ütten az Idris. Már mindig jókor jövök. Ali. Száma bugyik. Jó piroslik a kicsike. El fogok fogyni. Ez hogy lehet? Ja, ez én van ballisztik oda? Nem. Ja, igen, az ez a baj. Hú, elég jó, megvan már darálva, figyeljétek, már milyen sérült. Lehet, hogy a dombó, akkor tudsz kamikázni legalább. Ja. 74. Hé, mint lehet, ja nem, csak nem mutatta a pajzsot. Látom, valaki izével nyomja. Lézer shotgunnal. Én vagyok a pontáncos. Jól van, én jön! Majdnem elkaszál. Kicsit elhúztam. Akkor kamikáze. Kiveszállt előttem és lehet, hogy előttem. Már csak 70%-ig életem. Na, hagyjátok élni. Felén fordul. Igen. De mi újra? Tudom, hogy örüljek-e neki. Amekkora olyan gyorsan változtat helyet, nem? Meg fordulna a tengelye körül. Teleportálok. Nem egy folyamat, gyám. Kifejlesztett a legújabb teleportáció technológiát. Amúgy nekem egész jó a mozgása. Nem mondom, hogy néha nem ugrik meg, de elég jó folyamatban csinálja. Igen, nem azt mondom gyakran, de úgy így néha... Így látom, igen, néha belemeg. Hogy... Ja. De így is most is például kurva gyorsan egy helyzetet változtat. Megy a kerekesszék, de nincs a helyzet, fogasz meg szerintem. Azt a milyen vörös már jobb oldal lesz? Milyen lehet menni, hogy ne érjen el a robbanás? Valaki megvan. Akkor? Az én voltam. Ja, akkor azért. Be is fogta, hogy egyet a kerekesszékes látod, visszavett. Igen. Hoppá, na most teleportált egyet aljuk. Igen. A kerekesszék. Úgy haltam meg, hogy nem kaptam lövést. Most egymást is öljük, vagy nem tudom. Leszakadt a félhajtó. Lehet, hogy elütött, nem? Elütköztetek. Összeütköztünk. Igen, lehet, hogy... Ja, összeütköztetek kivel. Aha. Azért, mert túl közel volt, hogy láttam. Ho, mintha valaki megint elfukkant volna. Fiúk, mi van? Ideig olyan jók voltunk. Fogyunk. Láttad én meg egy sima egyszer ízével, hogy olyan vagyok itt. Hát. Nyugodjatok, meghozom az Aurórát. Nagyon helyes. Figyelj, az is egy módszer, hogyha halálra rögtetem. Igen is? Ez az volt kikét. Én a self-destructos point akartam elcsökni. Handukat egészen eltalálták. Ez most már kapjú lövéseket látjátok? Ja. Jó, hogy ott van a kézzel. 58-an. Na, a jobb oldali ajtóműre lőjetek, az már tiszta pörös. Na,
Honnan jobb? Hátulról vagy szemben? Hátulról. Oké. Hát meg látod, szerintem te is tényképpen el, hogy már ő piros. Eldurrant az egyik hajtómű. Na, akkor már le is szakadt, zsír. Amúgy rám fordult a kicsike, mert hópiros lettem. Eltaláltak. És követ. Engem? Igen. Tovább. Akkor mentem. Ide állomáshoz, hát ha állomás turetekben segítenek. Ja, akkor lőjük a balhajtóművet most. Elfogytam rakétából és meglőszerből. Ajaj. Ne nézzél rám. Ha neki megyek, akkor elrobbanhat. Nem. Ő a nagyobb. Emléletileg egész nagyot tudsz rajta sebezni, hogyha ilyen 30 méter környékén self-destructolsz. Ja, látom, az a Raymond a Sabréval szúrod, neki azt kapta el? Vigyázzunk, hogy el ne találjanak. Ajaj, fordulom, Idris. Valaki betűrösül. Én már teljesen az vagyok. Úgy értem, mint a játékos. Ja. Előjük egymást véletlen, gondolom én. Igen, de ugye néhány ember annyira közel repül a hajóhoz, hogy belerepül a lövésünkbe. A fennül is vajon, aha. Azt mondom, hogy 1 FPS-re, mert szerintem 5 másodpercenként volt 1 FPS-em. Ja. Mondd ki a lagó közben. Minus 5 FPS-ed volt. Ja. Nekem tartja a 30-a. Nagyon megindult a Idris, mert nagyon messze kell lőni most. Menekül. Ja. Van még annak hajtóműve, mert ki nem bírom nézni. Van még egy. Csakban nagyon beszélnek így vissza, gondolom, előbb csak egy van, hogy most tudom, hogy be felítve. Ja, szerintem ez van, amit leírtam. De lehet, hogy kideket fognak lelőni. Nem tudom. A Kille 3001, az volt itt, ő ért ide először. Aki a cseten ír. Őt láttam, hogy ide ért, mikor ugye felvettem a küldetést, előttem repült. Én nyomtam egy kamikázit. Beleszálltál? Muszáj volt, már nem volt semmi, két szárnyom ott előtt. Még mindig basszus. Hozom a következő Argus gyorsan, legközelebb nem. Na mi a tököm van? Hirtelen elkezdtek lőni. Most két piros van, nem? Azt szedeget minket lefelé. Nem tudom. Tényleg ott egy fricit piros. Ugye nem te vagy durni? Nem, én itt vagyok már a lehívónál. Nem tudom, miért nekik lenne egy olyan küldetés, hogy védjék meg az Idris, vagy mi? Hát nem mindig. Szerintem te. El akarják lopni azt írtánk, hogy nem hozzá. Hát de lopjanak el más megszedni, hogy csinálnak küldetést. Hívják le maguknak a küldetést, akkor annyira akarják lopogodni. Ez NPC-nek tűnik ez a bomba keló, mert ember nevében nem lehet szó közben. Engem lő valaki, de durva. Megint lő engem valaki. Az új srácokban nem megkeltok? NPC lesz ez. Hol vagy? Nem látom. Rárepülök.
Ron Barceló? De egyébként miért van Jöjjek Rox Arrington ír az Idris nevére, az normális? Mert Ali, valami olyasmi a pilóta, nem? Vagy azok lopták el, nem? Arlington. Igen, az Arlington gang. Jó, lelőttük a Mist. Jaja. Jó, akkor lőjük tovább az Idris. Megvan, leszereltem a... Oké. NPC-t. Hoppá, hoppá, na ráfordult az Idris. Igen, az most egész aktív lett. Igen, mert mondom, majdnem szétkapott pilotokat. Hopp, valaki robbant is. Mennyi van még ennek mindig az Idris szempontból? 50%. Beszarok. Most minket lő. Igen. Csitérő van őve. Baszki, megint lőnek. Hé, a Cutlass az ki? Báááá, az mi voltunk. Kiszedett. Hoppá, most engem is eltalált egy perc. Van egy Cutlassból és megint lőnek, leszakadt a fél hajó. Én vagyok a Cutlass Blue, de én csak ezt a szart lőm. Én így járom, lehet felrobbanok, már lelőtték jó, a félhajnát. Jó, állomásról megyünk megint. Na, kilépnék az ajtón és nincs kapok. Ja, várjunk, nekem sincs. Nekén töltsöm. Ja, alakul, mert tölt befele, másodjára. Hozzá valamit. Nem tudom, akár... nem látsz senkit, vagy nem látsz egy markert? Aha, igen, igen. Senkit nem látok sehol. Ó, nagyon én is behaltam, srácok. De én viszont be tudtam jönni. Te is van. Fazom a radiátort. Oké. Okay. Hozzávágom az oldalához. Tudod a nyugdíjas gépet? Aha. Oda megyek és oldalba vágom a járókeretet. Srácok, elkészült? Pont nem láttam a végén a robbanást. 133-325. Még nagyon is él. Még él? Mert akkor az ki van írva, mint jó, nem, kobalt rating, bocs, nem jó. Azt hittem, hogy kapom a pénzt, de az valami 133-325, vagy milyen kobalt rating. Valaki vegyen fel, akkor ha nem tudsz, ha jól lenne, akkor lehívom a, nem tudom, Mercury Star Runner-t mondjuk. Nekem is van, enyém jó fel is van szerelve. A felső turretben a Distortion Repeater van, az alsóban... Minden, a... itt vagy te is. Igen, most haltam meg, mondtam. Felfelsz valaki partiba? Na, akkor megyek igen. Veled, akkor beülök akkor jövök a én is. Fel, okay. Alsó turretbe, mint a múlt. Meg jó, jó. Vagyunk, nem? Jó, nekem most már tudom tartani, hogy felszerelve. Álljál, Petik, megkereslek. Lassan mindenki itt van, úgy látom. Lehívom. Igen. Mi van a Mercury-ba alapon? Most mindannyiunkat megfektetett. Én meg itt vagyok, én is nem vagyok kurva. Mindenki itt van, zsír. Kaptad, Petik? Aha, köszi. Akkor hívom a Mercury-t. Egy radiátor tudok adni. Hozzad és lőjed rá fel, aki ezt a portagóin. De te melyik vagy most téged nem láttak. Bogeyman, itt áll mellettem. A, ő a izé, a szarvas marha. Én vagyok a marha. Mindig kell egy marha a csapatba. Jaj, ő a kabal állatunk. Szent tehén. Igen. Hanyaspad lesz, tudja? Most hívom. Mindenki derül. Már rányomtam. Csak miért nem írja ki. Azt mehetünk vissza. 50%-ra azért leszettük egyből.
Hangár 4. Tudom, a szuper, szuper hornettel mit érek. Ki van itt velem piroskába a liftben? Én, farkas. Piros kis farkas? Okay. Hangár 4, azt mondtad, igaz? Igen. Megnő, nem tudom ki van itt a liftben. Piroska is a farkas. Ki van itt a liftben? A farkas! Én most rutyantam el. Hát, figyelj! Nézzük ezt a bikát, most nézd farvasnak. Vagy farkasnak. Jó. Ez a lift hol megy? Pad egy. Ez nem a mi liftünk. Most akkor érkezem. Valaki megosztja, hogy sem nem nincs meg a marke. Ez a, igen, ez a hetes, osztom. Nem ide akartál jönni. Én egy retraját ott látok. Igen, mert én ezzel az pedig. Vagyok. Most osztottam ezt a küldet. Ezt akartam mondani, hogy retaliátort kéne hozni. Igen. Mondom, tudok abból adni még egyet, kettő van. Na, ez most akkor melyik? Ez nem a miénk. Akkor vigyeme lesz. Várjatok, ne hagyjatok itt. De az pad négyen vagytok, vagy hol? Nem, ez egy, nem az enyém volt, ez egy gladiuszos gyerek volt. De én kiszálltam a liftből, azt be is csuktátok, azt el is húztatok a picsába. Vagy aki itt voltál. Hívom a liftet. Én is. Ahú, de jó, most itt kell várnom a padegyen, bazd meg. Hagyom meg, ott van a hangár 4-be. Nem tudtam, kikhez szállok be a libbe. Egyik én voltam. De azt mégis itt hagytatok. Mert nincs meg az egységes ruha. Ugye legalább ilyenkor föl kéne venni. Én már mondtam, hogy van a nemzeti színű, vagy piros, vagy bármi, de valamit találjunk a csapatnak, mert jobban... Farkas, piros. Egy ruha. Már volt egyszer egy darázs összetétel, de lehet más ilyen is. Majd valamit kitalálunk egyszer. Miért behúztam azt a tök egyszerűt, az a zöld-fehér, meg halvány piros csík van rajta. Nézzétek meg ott. Nekem jól áll. Egyszerre kéne odaugrani, nem? Valaki már mehetne előre, hogy ráugorjon. Igen, valakire nézem. Na, megjöttem már én is végre. Nyithatod addig is. Oké. Próbálom. Én ma szemből a jobb oldali szék. Na és akkor ki van? Nem csak, most ketten vagyunk csak itt? Nem, én itt vagyok. Itt vagyok, benecsukd az ajtót. Hogy? Most szaladtam fel, vagy ez más hajója? Nem, ez én. Nem, ez én vagyok, nem tudom ki, hogy ez itt. Most megy fel, ott van valaki a liftbe, ketten itt vagytok. Igen, én. Akkor jó. Na, akkor hajrá. Jó, a piroska meg a farkas. Na, hajrá. Igen, rajtad van pont az a ruha, amelyiket mondtam. Igen, a felső a distortion ripiga. A felső a pajzsbontó. Hol vannak a durecek? Itt arra, ott van két szék. Okay. Erre gyere. Jó, egyik rá vagy, upper meg alsó felső. Hát gyerekek, csak négy torpedót rakott be. Hát, a jóba. Viszont akkor négy. Hármat. Az akkor már hét. Féltem, hogy kilövik ezért, mire visszaérünk, de úgy látom, nem kellett ettől félni. Nem tudom, hogy most lövik de 39%, de lövik, mert megy le. Én vagyok felül? Igen. Tőlem mehetünk, ready. Amint kinyílt eléggé a hangár, kiszállok. Nem működik a mobiglass van a térkép. A relatív módot melyik gombbal kapcsoltuk a múltkor? Q. Q vagy az E? Hú, mondom. De az mit is csinál, mert hogy azt elfelejtettem az. Hát akkor eltűnik, hogy a Virtual Edge-ot kikapcsolja. Nem lesz az a csík, hogy húzza utána az egeret. Nem mutatja, hogy merre húzza. Aha, aha. Ray, te ott vagy? A gyíró meg, hogy célon tart. Jó, akkor erre tudok rád ugrani. És akkor sokkal meggyorsítjuk az adóérkezést. Én már töltök is oda. Nem működik a rohadt izé. Térkép. Próbálj meg a has alatt lenni, úgy forogni vele, és akkor úgy közel leszünk most. Megpróbálunk mindent. Mindent is. Hát
Jöjjtsd oda, Tré! Ja, nem ott vagy. Hege, te is itt vagy? Mert töltesz befele. Töltődek. Akkor megvárjálok, hogy betöltsél? Megvárom meg itt is, jó? Hát, nyilván megvárom, ma van csak ennyi híja. Meg vagyok. Azt eltűnt az enyém, meg lereszetelte. Most akkor Peti itt tölti. Megint meg vagyok. Várjál, most Peti néz, nekem mi van mindjárt. Nekem is Peti? Jól van, menjünk már. Jöhettek lánk, 7 kilométerre vagyunk az Idrisztől. Bepineltem egyesre. Épp most csapódik be. Mit kerügeti? Pak. Megy a kövi. Ez minket lő. Igen. Jó, és így összes NPC-t váltani. Jó, és így van. Tudod, amikor már te úgy látod, hogy jó, akkor még egy kicsit mindig feljebb emléksz. Ja, igen. És ha így tartok? Így jobb. Aha, így jobb. Ajaj, fordul be! Várjál, mert rá fordul. Nem szeretek Idrisszel farkasztanak nézni. Főleg, hogy az igazi farkas itt ül be mellettünk. Egy küldött utána bugia. Oké. Küldöm a torpedót. Akkor várj, én megvárom. Küldöm. Ha van, ez is az enyém is, figyeld. Bent a kövi torpedó. Jaj, de szép volt. Hát ez pont ránk néz, nem jó? Igen, követnénk a folyamatosan. Igen, jó, hasonló. Hát jó, körülbelül olyan gyorsan mozog. Roaming speed. Kamikaze. Hoppa! Ez a, nem az Idris volt. Forog pedig. Azt hittem az robban. Jó, meghammereltem. Meghammereltem? Tehát beforgott tőle. Ja, tényleg amúgy csembe legyünk, hogyha robban. Majd legyünk 1000 kilométeren, vagy 1000 méteren belül. Hogy mi is robban legyünk vele. Próbálom tartani. Hogy szép. Szép nagyot szólja. Tegnap messziről vettem fel, most közelről. Van még egy NPC-t tudtam. Kiportam rá rakétákat, aztán meghammereltem. Valamelyik csak segített rajta, nem? Valaki le tudja szkenelni, hogy mennyi jár. 33%-a. Kicsit feljön, nem látok rá. Bocsi. Na most jó, mintha megállt volna. Igen. Most ajaj, fordul ránk. Szembe nézve. De tényleg mindig rá már. Pap. Nőjétek. Jönti megadni magát. Minket követ? És ez tényleg engem szeretem, folyamatosan látni. Nem követ, igen. Te vagy a legbeszélyesebb. Elütt! Nem én akarok, nem én akarom elütni. Alig bírtam kitérni. Egy gyorsabb, mint én. Egyszer megindul. Tényleg mindig csak rám néz. Mi vagy, mint a csali. Ja. Attack on shield.
Engem egy sábra lövöldöz közben. Egy pitbull sábra lövöldöz. Igen, itt lejjelre lőnek. Minket? Minket. Ó, ugyan rákegyen meg őket. Kapjuk le őket. A Nuna, egy pitbull? Ennyi van az Idrisből még. A pitbull meg a Tali is. Nem tudom, 30% körül. De az a baj, hogy playerek levadásztak minket egyesével, srácok. Akkor meg jelöljetek ki egyet, az fogjuk meg a playert először. Jó. Arály küld is, aki akarja, kap még lóvét is, vegyétek fel. Jó, most én az nincs idő válogatni. De hol volt itt az emesé? Valami markot látok. Valamelyik reklémerre jön, beszarok. Itt van mellettünk. Lol, az beleszállt. Láttátok? Az elpukkant. Feljebb egy kicsit. Oké. Okay. Valami nagyon. Hát rám néz egy hammer, vagy miatt akarom egy Idris. Farka szemet néz egy Idris. Még egy centi kell, egy nagyon szar ez a hajónak, így az eloszlás. Jó, vigyázzó! Van még egy NPC vagy játékos. Azt talán hófűrös az Idris. 19%-on van. Na, ott jön a szabre. Láttáljátok azt a szabrét? Engem olyan külött el kellett ugranom, mert... De amúgy hát ugye egy retaliátorral voltam, tehát... Azaz, szedjük le a szabrét. Nagyon nagy sebességgel elhúz. Nem ennyit az éjszíre. El is tűnt. A biztos azért. Rakétát utána lőttem, az biztos. Lassan robban. Megint jön szerintem, mert bemondta, hogy contact. Igen, igen. Mögöttünk van. És izével... Igen, egy ilyen scatterra. Kettessel benyelöltem a gyökeret. Egy centi, mindig nem tudok egyszerűen ráállni. Így? Így jó. Hát, nagyon mozgékony. Segítenétek leszedni azt a hülye pitbullt, srácok? Miért nem mentek rá mindannyian? Hát azt ezt mondom. Hát, szarakodok hát, itt egy szabréval, bazd meg egy... Hoppá, meghalt. Robban az Idris. Nézzünk rá! Túl közel vagyunk, nem? Ne beszélj! Azt mondtuk, közelről veszük le! Öljük meg ezt a faszt, mert elrontotta a kedvenc villanat. Annyi? Nice. Köszi. Szép. Bocsász, hogy beleszóltam. Ja, semmi, nem te rád gondoltam, hanem az ellenségre, akit shotgunozott ja, minket. Hát igen. Igen. Na, és hát Idris is meglett, meg még a rossz fiúkat is leszettük. Köszöntöm szépen. Pitbull is megdaglott? Az is meghalt, igen. Azért mondjuk örültem volna, hogyha még ezt az Idris megkópolhatom egy Caterpillar rammelásra. Azaz.
Ah, szuper. Ez azt miért akartam, rendesen? Hogy betűzöm a Caterpillart a torony és a test közé. Hát kösz, srácok. Én nem tudom, hogy a Mercury tényleg javíthatnának egy annyit, hogy egy picivel kijebb kéne engedje az alsó tornyot, hogy az ember lássa azt, amit a pilóta úgymond akar célozni. Tehát igen. Igen, a felső turat ezt teljesen korrektül rálát a pilótának a targetjére, de az alsó van nagyon netes. Igen, mondjuk ezt figyeljetek, arra van tervezve, hogy igazából meneküljön, nem arra, hogy támadjon. Tehát igazából ez hát arra lenne, hogy repülök elfele és védek. Meg kell cserélni, hogy az alsó legyen, vagy azt nem lehet, hogy az alsó lenne a pajzsbontó, a felső meg a DPS. Meg lehet, az minden további nélkül lehet cserélni. Persze, az megoldható. Mert a pajzsot könnyebben elcsipi a szélét is, de a fegyverrel ugye jobban oda kell lőni. Igen, az tény. Hát átcserélem. Jobban rálát, az biztos a seggére. Ja, jó, hát akkor majd ezt csinálom, azt majd átcserélem. Ugye nem volt kitesztelve a hajó, csak felszereltem, azóta nem játszottunk vele nagyon. Na, de a lényeg, hogy megvan.